90%-os készültségi szinten áll a Sóstói Természetvédelmi Terület Rehabilitációja. Egyelőre még nem lehet látogatni a területet, most viszont mi megmutatjuk önöknek, hogy hogy áll a Természetvédelmi Terület Rehabilitációja. Jó estét kívánok, ez itt az esti mérleg. Hol tart most a Sóstói Természetvédelmi Terület Rehabilitációja, mi az, ami megvalósult, és milyen munkálatok vannak még hátra? Végez közeledik a rehabilitációs program jelentős része. Két nagyon fontos programot indítottunk el a Sostor rehabilitáción belül, amely az egyik ugye a vízutánpótlásnak a biztosítása. Itt ugye három fő elem van, ami biztosítani fogja majd az északító vízutánpótlását a jövőben, hiszen ugye az elmúlt években nagyon kevés csapadék és víz érkezett a tóba. Az egyik a basárok folyás irányának a megváltoztatása, a másik pedig hogy a tisztított szennyvizet a szennyvíztelepről ide vezetjük. Ennek a munkálatoknak a műszaki átadás héten meg is kezdődik, ezzel a munkával a kivitelező végzett. És nagyon jók az első mérési eredmények, hiszen már a próbaüzem meg is történt a tisztított szennyvíz behozatala tekintetében azóta is folyamatosan jön a víz. Ugyanakkor az elmúlt napok időjárása, a nagyon nyárias időjárása miatt előfordult az is. Volt olyan nap, amikor a bejövő tisztított szennyvíz az gyakorlatilag el is párolgott azon a napon, tehát ezért is látszik, hogy mennyire szükség van a basárokra, erre a tisztított szennyvízre, illetve majd a stadion tető szerkezetén összegyűlő vizet is ide fogjuk majd egy tisztítás után vezetni az északi Ez az egyik része a kivitelezési munkáknak, amelyet, mint jeleztem, a héten elkezdődik a műszaki átadás átvételi folyamat. A másik pedig a sokkal látványosabb rész, ugye az északi tó mederkotrása. Tájépítészeti munkák, amelyen gyakorlatilag 90%-os készültségben van a kivitelező. Ennek keretében több mint 65 ezer köbméter iszapot mozgattak meg az elmúlt hetekben, hónapokban. Gyakorlatilag az összes iszap egyébként a helyszínen maradt. Az iszap egy részéből nagyon szép költőszigeteket hoztak létre, amelyen amely már egyébként a madarak be is lakták, és különböző madárfajok már itt is költenek ebben az időszakban másrészt pedig um a partvonalat erősítettük meg ezzel a iszap mennyiséggel. Úgyhogy bízunk benne, hogy, a vízminősége is és mennyisége is sokkal jobb lesz a következő években, mint ahogy az volt az elmúlt időszakban. Emellett, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon látványos lesz, hogy körbejárhatóvá, körbesételhatóvá válik az északító, amire korábban ugye nem volt lehetőség és mód. Az összes bűrűhidat megújítottuk, több új bűrűhid szakasz is épült annak érdekében, hogy körbejárhatóvá váljék az északi tó. Úgyhogy ezek nagyon szépen elkészültek, és több olyan fejlesztés is van, ami, ami pedig a látványt szolgálja. Egyrészt igyekeztünk a, 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 a épületekkel nem terhelni a Sóstó természetvédelmi területet. Ezért a látogatóközpont az a stadion déli oldalán a lelátó alatti részen kerül majd kialakítás, ez majd a stadionnal együtt lesz látogatható majd nyár végén ősztől, emellett pedig az északi orszaki részén egy 550 négyzetméteres nagy téget hoztak létre a kivitelezők, annak érdekében, hogy minél többen egyszerre gyönyörködhessenek a túl, illetve a természetvédelmi terület szépségeiben. Ez is egy újdonság, illetve természetesen az összes táblát lecseréltük a régi fatáblák helyett. Egy úgynevezett kortán acélból készült táblarendszer jön létre, látványos interaktív táblákkal, kicsiknek, nagyoknak azt gondolom, hogy óriási élmény lesz majd ezekről a táblákról megtudni, hogy mi is a sóstónak az értékei, rejtelmei. Itt majd mindenkinek felhívnám a figyelmet, hogy ne meg, hogy esetleg egy rozsdás hatás éri majd őket, amikor ezeket a táblákat meglátják. Ennek a koordinációnak pont az a lényege, hogy egy mesterséges rozsdás hatást biztosít a az ide látogatók Más. számára. Emellett az erdei iskola is megújul, ott is a bűrű rendszert felújítottuk, megújítottuk, illetve a két kilátó is megújul. Hamarosan ez a városgondosságnak a fejlesztésében, felújításában a Kócsaktorony, illetve a Bibicles is megújul. Én azt gondolom, hogy a május végi június elejé munkaszaki átadás átvétel megkezdésére ezek a munkák befejeződnek. Ez a két munka nem egyébként nagyjából 700 millió forintba került, teljesen állami finanszírozásból, állami támogatásból tudtuk megvalósítani ezt a fejlesztést, és azt gondolom, hogy óriási lehetőség lesz ez nem csak a székesfehérvárdák számára, hanem az ide látogatók számára is, hiszen kevés olyan város van ma Magyarországon, amely elmutatja, hogy egy 200 hektáros országos és helyi védettségi területtel rendelkezik belterületen belül. Mi ezen szerencsés városok közé tartozunk, és nagyon örülünk neki, és köszönjük a kormány támogatását azért, hogy ezt megóvhatjuk és, és megújíthatjuk. Még pici türelmet szeretnénk kérni a kilátogatóktól, hiszen továbbra is munkaterületként lezárva van ez a terület, de szeretnénk, hogyha minden engedély, meg lesz júliusban átadni a területet. Egy dolog még fog hiányozni, hiszen a Vadmadár Kórház, illetve a Közösségi Ház, amely a Sóstó-Keleti kapujánál a Sárkereszti út felől, fog épülni, annak a közbeszerzési eljárása jelenleg zajlik, várhatóan korai tavasszal lesz majd kész, és akkor Berkényi doktor úr fog majd tudni a munkáját itt folytatni, illetve a Sóváros Sóstóörhami Szőlők pedig egy új közösségi házat kap majd. Úgyhogy mindenkit buzdítunk arra, hogy nyáron már jöjjenek kilátogassanak. látogassanak ősztől. Természetesen nagy örömmel fogadjuk majd a különböző osztályokat, óvodai csoportokat, nyugdíjas csoportokat. Erre lesz mód és lehetőség, hiszen tárlatvezetéssel, körbevezetéssel is tudunk majd szolgálni, hogy a Városgondomság fogja továbbra is üzemeltetni ezt a területet. Úgyhogy bízunk benne, hogy valóban egy nagyon szép értékkel gazdagodik a városunk. A rehabilitáció munkálatai ideje alatt mennyit változott, változott -e itt az élővilág, illetve milyen állatfajok és növényfajok élnek itt? Igen, konkrétan ugye ez egy nagyon komoly vizes élőhely rekonstrukció volt a területen, és mondhatom ugye, hogy a terület struktúrája elég komolyan megváltozott, tehát ugye a költőszigeteket hoztunk létre a kotolt anyagból, de ennek köszönhetőleg az itt fészkelő és az itt táplálkozó fajok, azok újra megjelentek tavasszal, és hála Istennek a biodiverzitás is nőtt, mert ugye a, köszönhetően a kialakításnak sokkal több olyan patkás rész keletkezett, és olyan sekély sekélyvízterület, ahol a gázló madaraink nagyon szeretnek tartózkodni, tehát a sóstón azért a fokozottan védett gulipánok vagy gólyatöcsök elég kevés számban jelentek meg, és most már fészkelő példányokat látunk itt a területnek a költőszigetei mellett. Mondhatom azt is, hogy például megjelent a stadion építkezés mellett évről évre idén is a barnaréti héjánk, ami egy nagyon érzékeny ragadozó madár, de, de teljes mértékben együtt tudott élni a munkálatokkal. Ugyanúgy megjelentek a védett récefajaink, tehát ebből is 6-7 fajt meg lehetett figyelni, és azt veszem észre, hogy tényleg nagyon komolyan kezd benépesülni a tó. Mi várható a következő években? Júliusban a munkálatok várhatóan befejeződnek, de nagyjából ősz végére minden más munka is befejeződik. várható -e még, hogy még több állatfaj telepedik ide? Igen, én azt gondolom, hogy ez a terület nagyon gazdag, meg is marad a gazdagsága. Igazából egy ilyen élőhely rekonstrukció után azért egy területnek, egy élőhelynek mindenképpen szüksége van egy, egy két éves úgymond rehabilitálódásra, ami után ugye mind beáll a természetes növényzet, a vegetáció, mind elfoglalják ugye a teritoriumokat a madarak, és igazából mi is akkor fogjuk látni, hogy melyik területet hogyan kezeljünk okológiai szempontból, és tényleg a visszabályozást is nekünk kell teljes mértékben megérdeni a tónál. Mennyire sikerült a természetvédelmi szempontokat a felújításnál, a rehabilitációnál figyelembe venni, és melyek voltak ezek a legfontosabb momentumok tulajdonképpen az elmúlt évek munkájában? Ö... A kivitelezésnél és a kiviteli tervkészítésnél is, mint a Dunai Pony Nemzeti Park, mint pedig mi szakemberek megpróbáltunk abban az irányban elmenni, hogy minél természetközelibbé tegyük a területet. Nyilvánvalóan nem lehetett olyan jellegű élőhelyet létrehozni, mint például mondjuk a dinnyési fertő. Megpróbáltunk egy köztes állapotot elérni, de nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy majd ez, ahogy az előbb beszéltünk róla, ez az elkövetkező éveknek a munkája lesz még, hogy hogy hogyan fog működni maga a terület, hogyan fog működni az új élőhely, mert azért mondhatjuk azt, hogy ezáltal a rekonstrukciós munka által azért elég sok változás is történt. Eléggé komolyan belenyújtunk a területbe, és hát ez fogja meghatározni majd a további éveknek a munkáját. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérlek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ez a műsor legközelebb holnap jelentkezik. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!